Pécs a szőlő és a bor nemzetközi városa. Ma meccési bemutatót rendeznek Pécsen, úgyhogy erről faggatom mai stúdió vendégemet, akit szeretettel köszöntök a stúdióban, dr. Diófási Lajost, a Pécsi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet igazgatóját. Jöjjöket kívánok! Ebben az évben 50 éves a kutatóintézet, először is hadd gratuláljak ehhez a szép számhoz. Köszönöm! Az első kérdés pedig az, hogy tulajdonképpen hol és mi, hogyan fog zajlani, mi történik majd ezen a meccési bemutatón? 43. éve minden év márciusában megrendezünk a meccési bemutatót. A Szőlészeti Kutatóintézet Szent Miklós hegyi telepén kezdjük a bemutatót, majd utána a központi telepünkön folytatjuk, és borbemutatóval fejeződik be a szakmai program. Kik lesznek azok a ön szakmai programot említett, akik végülis metszeni fognak, tehát bemutatják a legújabb eljárásokat, a legjobb módokat arra, hogy hogyan lehessen növelni a termést? Hát tulajdonképpen itt a munkatársak valamennyi az intézetnek részt vesz ezen, hiszen óriási az érdeklődés, és így a mérnökök, technikusok mind segítségül lesznek a tekintetben, hogy milyen módszert, hogyan kell végrehajtani, illetőleg elmondják azokat a praktikus ismereteket, amelyet fontosnak tartunk. Hogyan értékelni az elmúlt évet, hiszen ismét megújult, vagy reneszánszát éli egy szőlőfajta, ugye a cirfandli, és erről egyáltalán milyen véleménye van, és úgy a múlt évet borászati szempontból arra kérem, hogy röviden foglalja össze. Hát az elmúlt év nem kényeztette el a szőlőtermesztőket, hiszen 1140 mm csapadék esett, és kevesebb napfény volt a szokásosnál. Ez a csapadék, ez mit jelent így laikusoknak is? Sokat ez 50%-a több az átlagosnál, tehát ez elég jelentős mennyiség. Az 1998-as év legnagyobb tapasztalata abban foglalható össze, hogy kiderült, hogy egy ilyen viszonylag nem kedvező évjáratban is melyek azok a termőhelyek, melyek azok a fajták, amelyek képesek jó minőséget adni. Így például a termőhely szerepe felértékelődött, a környezetből kiemelkedő hegyoldalak a borminőség szempontjából sokkal kedvezőbbek, vagy például visszatérve cirfandira, a cirfandi rendkívül érzékeny fajta, hő és fényigényes, ugyanakkor nedvesség igénye is határozott. Egyes teraszokon még 1998-ban is adott olyan minőséget, ami hát szívesen fognak fogyasztani az érdeklődők. Önnek melyek a kedvenc borai? Mit lehet mondani abszolút szakértő szemmel, hogy melyek a legjobb borok a régióban itt Pécsett? Hát mindenképpen a leghíresebb a cirfandli. Az olasz Riesling Chardonnay követi ezt, és mostanában már a kékfajták, a vörösborszőlő fajták is egyre terjednek ezen a borvidéken is. Az, hogy nekem melyik a legkedvesebb borom, alkalomhoz választom mindig meg azt, hogy milyen fajták. Például az 50 éves jubileum, mit inne szívesen? Hát egy 51-es olasz Rieslinget. Az ugye a legidősebb bor a pincénknek, és az minden évben nemesebb, és érdekes, nagy élmény, hiszen az élelmiszerek között páratlan az, hogy 40-50 év után is még ízlelni lehet, és valós értéke van, vagy különlegességet mutat. Térjünk vissza, kanyarodjunk vissza egy kicsit a meccési bemutatóhoz. Elsősorban kiket várnak? Ez a kistermesztőknek szól ez a bemutató, az árutermelőknek február 18-án már megtartottuk a bemutatót. Most a kistermesztőket várjuk és elmondjuk nekik, hogy milyen kilátás van 1999-re. Ilyenkor mindig a gazdákat elsősorban az érdekli, hogy hogyan teleltek a rügyek, épek, egészségesek vagy fagykár szenvedtek. Most e vonatkozásban örömmel mondom, hogy bár az átlagosnál hidegebb volt az 1998-99-es tél, havas volt, zord idő volt, mégis megvizsgálva több mint 10 000 ügyet Pécs, Villánysiklós, Szekszár, Tolna, Badacsony térségéből azt látjuk, hogy szerencsére számottevő fagykárt nem szenvedtek az ültetvények. Ez jó hír. A másik jó hír az, hogy a rügyek termékenysége az elmúlt évéhez hasonló, tehát ez is egy kedvező hír. Mi kedvezőnek tartjuk azt is, hogy a szőlőhegyeken végre az aszályos periódus megszűnt, mert bőségesen volt csapadék is, így a növények tápanyagellátása kiegyensúlyozottabb lesz, mint korábban volt. Kedvezőtlen viszont az, hogy a vesszők egy része nem jól érett be,
ezért a meccéskor fokozottan figyelni kell arra, hogy olyan veszőt hagyjanak meg termőalapnak, amely épp és egészséges. Ha betartják a szakmai követelményeket, ezeket a szempontokat, akkor 1999-ben is kedvező termés várható. Bízunk benne, hogy így lesz. Én sikeres szakmai műhelyt és jó munkát kívánok Önöknek mára. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm az érdeklődést.